Mindenki sok szeretettel köszöntök, itt vagyunk a sketchup és most megismerkedünk a legegyszerűbb rajzoló eszközökkel a sketchup belül. Először is Steve-et kitöröljük a kijelölő túllal, majd rátérünk a rajzoló eszközökre. A legegyszerűbb rajzoló eszköz a vonalhúzó eszköz, a line túl, válasszuk ki, és egy picit forgassuk el a koordináta rendszert úgy, hogy az egér központi gombját, azaz a görgőt lenyomjuk. Igen, mindenki jól hallotta, három gombos egérre dolgozunk sketchup -ban. A H karakter lenyomásával a Hand túlba érünk, ugye ezzel lehet eltolni a nézetet. Most egy picit elforgatom és eltorom a nézetet, hogy a feladatunknak jobban megfeleljen. Az L billentyűvel belemegyek a Line túlba. Klikkelek az egér bal gombjával, és elkezdem mozgatni az egeret. Látszik, hogy a főbb koordináta irányokkal snappelődik a húzott vonalunk. Azaz, ha most klikkelnék még egyet, akkor a zöld tengelyel párhuzamosan rajzolnék egy vonalat. Ha most klikkelek még egyet, akkor a vörös tengelyel húzok párhuzamost. Szépen látszik a sketch -a filozófiája, és az is, hogy a rajzolás közben számtalan úgynevezett tárgy pont jelenik meg, de erre még vissza fogok térni. Zárjuk be most a vonalunkat látszik, hogy ebben a pillanatban megjelenik egy sík felület, egy téglalap. Azaz nem is vonalakat rajzoltunk, hanem tulajdonképpen éleket, amelyek a sík lapot határolják. A sketchupban ugyanis a háromdimenziós entitásokat, de a síkrajzi elemeket is élek és lapok alkotják. Nézzük meg hogy hogyan is tudjuk kijelölni a lapokat és éleket. Ha az Space lenyomom, akkor kijelölő eszközbe lépek. Klikkeljünk rá a szürke lapra. Ezután jobb egérgomb, helyi menü, Entity Info. Látszik, hogy egy fészt jelöltem ki, ami a nullás léjjelre helyezkedik el, a léjjelrekről kicsit később, és a területét is megkapom. Most próbáljunk kijelölni egy élt sikerült, kiírja a SketchUp, hogy egy egy van kijelölve, és szépen, hogy a nullás léjjelre helyezkedik el, hossza pedig 5,02 méter. Nézzük meg most a tárgyrasztel pontokat. Válasszuk ki a vonalhúzás eszközt. Ha ráviszem a ceruzát a síklapra, akkor egy kék gyémánt jelenik meg, ez azt mutatja, hogy rajta vagyok a fészen, a felületen on face. Ha rámozgatom a mutatót egy élre, akkor egy vörös négyzet jelenik meg, on edge. Ha rámozgatom az él végpontjára, akkor egy zöld kör, endpoint, valamint ha megkeresem az él közepét, akkor egy pont után megjelenik a midpoint, azaz középpont, kék karikával jelöli a SketchUp ezt a tárgyasztelpontot. Kössük most össze a felező pontokat. Belekerült egy új él, de még így hosszába is összekötöm, azaz két új él lesz ö, elhelyezve a alapon. Nézzük meg, hogy hogyan alakult a rajzerem geometriája újra benne vagyok a kijelölés eszközbe, és most ráklikkelek a szürke lapomra. Látszik, hogy most négy különálló labból áll az elemem. Azaz, abban az esetben, ha egy élet helyezek el egy lapra, a SketchUp újraépíti a topológiát. Ugyanis Lapokból és élekből építkezik. A kijelölt lapot ki is lehet törölni, és már is látjuk, hogy megmaradt az őt határoló élek. Egy másikat is ki lehet törölni, vagy éppenséggel, ha egy élt vagy éleket jelölünk ki a Shift lenyomása mellett, akkor lapok is eltűnnek. Most újra behúzom a felezőket, hiszen csak az élek maradtak meg. Már is megjelenik a téglalapom. Két különállóból áll. Megint megfelezem. Négy különálló. De természetesen az éleket ki is lehet törölni, a Adil segítségével, és visszakaptuk az eredeti rajzelemünket. elemünket. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy topológiát épít a SketchUp, élekkel és lapokkal dolgozik, és nincsen duplikált elem, hiszen ha behúzunk egy ért, és azt újra fölülrajzoljuk, akkor sem lesz új elem. Ezt leginkább úgy tudjuk megnézni, ha kijelöljük az, az összes lapot és élet, amit úgy lehet megtenni, hogy dupla klik a lapon, jobb klik, Entity Info, látszik, hogy öt entitás lehet kijelölve. Most újra fölülrajzolom az éleket. Ugye más ked alkalmazásban azt tapasztalnánk, hogy ugye ugyanazon a rétegen egymás fölött több rajzelem fog elhelyezkedni, de a SketchUp nem így működik. Újra kijelölök mindent, azért bezárom az ablakot, hogy mindenki elhiggye, hogy újra kijelölök mindent. Jobb egérgomb, Entity Info, 5 entitás. Ebben a videóban megismerkedtünk a legegyszerűbb rajzoló eszközzel, a SketchUp-ban, megnéztük a tárgyasztalpontokat, és azt, hogy milyen logika mellett működik, dolgozik a SketchUp. Innen folytatjuk.